Élesztő nem volt, jó? Átveszi az idős asszony a bevásárolt termékeket a szekszárdi humánszolgáltató központ önkéntesétől. Az egyedül élő, egyébként egészséges 79 éves asszony családtagjai nem tudnak neki segíteni, ezért kért segítséget a központtól. A koronavírus járvány idején ugyanis nem mozdulhat ki a négy fal közül, nehogy elkapja a betegséget. A központ önkéntesei hetente kétszer vásárolnak be Tasonyi Istvánnénak, és még több száz más idős embernek. Ám a bevásárlás nem csak az idős embereknek okoz gondot, hanem azoknak, akik szintén nem tudnak kimozdulni a négy fal közül, így például a pici gyermeket nevelők. Rajtuk kíván segíteni egy szekszárdi éjjel-nappal nyitva levő bolt. Az üzlet ugyanis úgy döntött, hogy Szekszárdon házhoz szállítja az élelmiszert azoknak, akik ezt kérik. A rendelést telefonon veszik fel. Hát úgy gondoltam, hogy most szükség van arra, hogy segítsünk, mi ebben tudunk segíteni. Az időseken, az egyedül élőken. A rendelés minden hétköznap reggel 8 és 12 óra között adható le telefonon. Az igényelt termékeket 12 óra és délután 4 óra között viszik házhoz ingyen. Elsősorban bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni a számlát.